Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit, Lipták Péter vagyok. Bátaszék is részt vett az országfásítási programban. Az Agrárminisztérium által meghirdetett pályázaton 30 fát nyert a város, melyeket a Budai és a Kossuth utcákban ültetnek el. A projekt kiemelt célja, hogy 2030-ra az ország területének 27%-át tegyék ki a fával borított területek. Faültetéshez készülnek elő Bátaszéken a Kossuth utcában. Az önkormányzat most már évek óta folyamatosan energiát fordít arra, hogy a közterületeken fák kerüljenek elültetésre. Évekkel ezelőtt megkezdtük a Budai utcának a fásítását, és ennek a folytatása van most, ahol nem csak a Budai utcát fásítjuk, hanem a Kossuth-Lajos utcát is. Ez egy 30 darab fát jelent, a Kossuth utcába 12-t, a Budai utcába pedig 18-at. A Budai utcában díszalma és puszta szilcsemetét helyeznek ki, a Kossuth utcában pedig közönséges nyírt és korai juhart ültetnek el. A 30 darab fát a minisztériumtól térítésmentesen kaptuk meg. Ezeket a fákat a Pátkom 2004 Kft. Fogja elültetni az Országos Erdészeti Egyesület által kiadott technológia szerint. A fákat pályázati úton nyerte el a település, az idén júniusban indult program keretében összesen 24 ezer darab belterületen elültethető fát igényelhettek a 10 ezer fő alatti települések. Az önkormányzat két évvel ezelőtt folyamatosan önerőből, saját forrásból telepítette a fákat, ahogy elmondtam már a Budai utcában. Az idén ugye ez a helyzet állt elő, hogy sikerült pályázaton nyerjük ezt a 30 darabot. Én azt gondolom, hogy a következő években is folytatni fogjuk a fásítási programot, vagy pályázat útján, pályázatból elnyert fákkal, vagy pedig a saját forrás terhére. A statisztikák szerint Magyarországon egy évszázada folyamatosan nő az erdőterületek nagysága, aminek az utóbbi két évben az országfásítási programmal adott új lendületet az agrártárca. Már egyetlen fa elültetése is hozzájárul a teremtett világunk megóvásához és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséhez. Ezért is hirdettük meg a településfásítási programunkat, amelyhez egyre többen csatlakoznak. A hatalmas érdeklődés miatt a kezdeményezés második ütemében az igényelhető sorfák számát megdupláztuk, és a forrásokat is megkétszereztük, ami így idén eléri az 1 milliárd forintot. Óriási sikernek tartom, hogy a most zárult igénylések során egyetlen hét leforgása alatt gazdára talált az összes 24 ezer darab sorfa. Figyelemre méltó az is, hogy újabb mintegy 900 település jutott a program során fákhoz. Ne feledjük, a fák elültetése és gondozása nem csak a környezetünket teszi élhetőbbé, hanem a helyi közösséget is erősíti. Ültessünk hát minél több fát! A faültetéssel és az erdőtelepítéssel nem csak a szélsőséges időjárás hatásait csökkenthetjük, hanem egy egészségesebb és jobb világot teremthetünk saját magunk és az utánunk következő generációk számára, tette hozzá az agrárminiszter. A program kiemelt célja, hogy 2030-ra az ország területének 27%-át tegyék ki a fával borított területek. Író-olvasó találkozót szervezett a Bátaszéki Keresztély Gyula Városi Könyvtár. A résztvevők Barát Viktóriával találkozhattak, az írónőnek 5 éve adták ki az első könyvét, azóta pedig már 10 kötete jelent meg. Egy idő után már annyi ilyen történet volt az én fejemben, annyi szereplővel beszélgettem, konkrét párbeszédeim voltak, meg konkrét jelenetek, és én ezt valamiért akkor úgy éreztem, hogy ez egy érték, ami az én fejemben van, ezért szépen leültem, és elkezdtem leírni. Írói pályafutásának kezdetéről mesél Barát Viktória. A fiatal nőnek 2016-ban jelent meg az első könyve, amely az álmok valóra váltásáról, a leküzdendő akadályokról és a saját határaink átlépéséről szól. A szerző 2012 óta ír, bár kezdetben csak a saját szórakoztatására gyártotta a történeteket. Amikor végül úgy határozott, hogy kiadná azokat, már egy trilógia és 4 különálló sztori lapult számítógépén. Barát Viktória elmondása szerint nem készült írónak, sőt gyermek korábban az olvasást sem kedvelte. Míg nem, egyszer a kezembe akadt az Adrian Mol titkos naplója című könyv, ami gyakorlatilag abban az életszakaszban talált meg engem, amiben
Pont azok a problémák vetődtek fel a regényben is, mint ami engem éppen érdekelt, és éppen aktuális volt nálam is, és rájöttem, hogy ez az olvasás ez nem is olyan rossz dolog. Mezőtúron születtem, tehát szoktam mondani, vidéki lány vagyok. Ehhez képest majdnem az egész életemet Budapesten töltöttem, ott nőttem fel. Viszont megjártam Németországot is, Hannoverben éltem 4 évig, és most visszatértem Magyarországra a faluba, de nem Mezőtúra, hanem ezúttal Alsó-Némedin élek. 24 éves voltam, amikor elkezdtem az írással foglalkozni, akkor még nem annyira tudatosan csináltam ezt, inkább csak saját szórakoztatásomra, hobbi szinten, és 2015-ben jött az a gondolat, hogy akkor én ezzel komolyabban szeretnék foglalkozni, és így 2016-ban jelent meg az első regényem. Az írónőnek jelenleg 10 regénye van, akad köztük egyedülálló kötet, illetve 2 sorozat. A romantikus műfajba szoktak sorolni, és igazából én is oda sorolom magamat, viszont a romantikus szálon kívül én mindig szeretek egy kis plusz izgalmat, kalandot belevinni a történetbe, és így volt már mellékszálként, vagy főszálként például az igazságszolgáltatásnak a világa, vagy a drogkarteleknek a világa, illetve az egyik regényem például Rómában játszódik. Nem nagyon szeretek próbálkozni, ez az, ami bejött. Én szeretek annál maradni mindig, ami bevált, viszont kacérkodom a gondolattal, hogy másban is kipróbáljam magam, de nagyon nagy változást nem szeretnék, tehát a romantikus szál az mindenképp megmaradna. Esetleg történelmi regényen gondolkodnék, vagy kicsit ami még kalandosabb kalandregény, de azért a romantikus szál az mindig megmaradna benne. Eddig még csak a 21. században játszódó regényeim jelentek meg, de erősen gondolkodom rajta, hogy egy kicsit a múltba is visszatekintsek, mert szerintem nagyon-nagyon izgalmas lehet ez olvasói szemmel is, és írói szemmel is. Az ihlet bármikor és bárhol megtalálja az írót, mondja a fiatal nő. A legtöbb történet egy álom tovább gondolása, de olykor elég egy dal meghallgatása, vagy egy filmből kiragadott jelenet. Például most a legújabb sorozatomnak az alapötletét egy dokumentumfilm adta, tehát az nagyjából fedni fogja a valóságot is, nem annyira kitalált a történet. Nagyon sok álmomat én is elfelejtem, de pont azok az álmok, azokból az álmokból lesz valami, azokat gondolom tovább, amik megmaradnak. És sokszor elég csak egy érzés például, hogy egy adott álomban én hogyan éreztem magam, és azt gondolom tovább, azt fejlesztem fel egy regényé, mert tudom, hogyha napokig még foglalkoztat az a gondolat, akkor valamiért annak a történetnek meg kell születnie. Barát Viktória azt mondja, igyekszik a saját személyiségéből, gondolataiból is megmutatni a szerzeményeink keresztül. Azt szoktam mondani, hogy általában a főhőseim vagy nagyon én vagyok, vagy pont olyanok, amilyen szeretnék lenni, de sajnos nem vagyok. És így szoktam elérni egy kicsit, hogy olyan igazán magabiztos és talpra esett lehessek, ami egyébként nem vagyok sajnos a magánéletben, de ezt a könyveimen keresztül és a karaktereimen keresztül kiválóan meg tudom élni. Viszont a saját gondolataimat, a saját elképzeléseimet a világról mindenképp szeretem beleírni a könyveimbe. Ez olyan, mint amikor az anyát kérdezik, hogy melyik a kedvenc gyereked, és senki nem meri bevallani, de van bizonyára mindenkinek. Én is így vagyok vele, és pont amiről az előbb beszéltem, hogy mi az, amiben legjobban bele tudom magamat rakni, és amiben a legjobban a saját gondolataim szerepelnek, az az Egy év Rómában című regényem. A bukovinai székelyek lakta területeket járta be a Bekecs Néptáncszínház az elmúlt napokban Tolna megyében. Báta széken a Reliktum című előadásukat mutatták be az érdeklődők számára, ami a népcsoport vándorlásának történetét dolgozza fel. Benő Barna Zsolt, a Néptáncszínház igazgatója elmondta, fontosnak tartja, hogy a darabból is kiderüljön, minden megpróbáltatás ellenére itt új hazára találtak a bukovinai székelyek. Néni, most szólj bátyám ura! Azt hallottam, disztót törtek! Hurkán! Májas törtöttek! Hoztam egy kicsi csipős tormát! El szabad-e osztogatni? Ele! Csak előbb suppancsatok egy kicsi csipős csüvöngöt!
Bátaszéken járt Erdély egyik legfiatalabb hivatásos táncegyüttese, a Bekecs Néptánc Színház. 2007-ben alakultunk Nyárádszeredában, Maros megyében. A kezdetekben ugyanúgy, mint bármelyik másik műkedvelő néptáncegyüttes, a helyi közösségből toboroztuk a táncosokat. Ahogy elkezdtünk újabb és újabb előadásokat létrehozni, közöttük voltak táncszínházi előadások is, így a táncosaink is egy nagyobb szórásból, nagyobb merítésből jöttek. Jelen pillanatban még Magyarországról is toboroztunk táncosokat. 2014-ben részt vettünk a Fölszállott a Páván, ahol döntősként a legjobb külhoni előadó díjjal jöttünk haza, és 2015-től lealkalmaztuk a tánckart, először néptáncpedagógusokként, hiszen már 2012-ben elindítottunk egy elég széleskörű néptáncoktatási programot tehát Nyárádszeredában és a Nyárád mentén, a környező községekben. Jelen pillanatban is 27 tánccsoportot vezetünk, több mint 600 gyerekkel foglalkozunk. 2017-től pedig felvettük a Bekecs Néptánc Színház nevet. Mi vagyunk a hatodik hivatásos néptánc együttes Erdélyben. Azt a trendet, amit úgy az Erdély, mint a magyarországi nagy együttesek követnek, mi is megpróbáltunk az évek során felzárkozni ehhez. 2009-ben volt az első nagy műsorunk, és 2011-ben már táncszínházzal is foglalkoztunk. Meg menet közben több színházhoz is bedolgoztunk, tehát részt vettünk szövegszínházi előadások, tánckarát képviseltük, de voltak a táncszínháznak ugye különböző fokozatai, a teljes mozgásszínháztól egészen a klasszikus szövegszínházig. A 2018-ban készítettünk egy előadást, amelynek az volt a címe, hogy Ember az embertelenségben, és akkor a trianoni emlékév kapcsán vállalkoztunk egy olyasmire, hogy egy év leforgása alatt az egész Kárpát-medencében az összes elcsatolt területen megfordulunk, és 100 előadást tartunk. Ekkor találkoztunk először bukovinai székely közösségekkel, teljesen véletlenül, és ahogy többet hallottunk erről a népcsoportról, ami számunkra is akkor ismeretlen volt, vagy teljesen hiányosak voltak az ismereteink az ők történetükről, úgy egyre jobban megtetszett nekünk a téma, meg úgy gondoltuk, hogy ez a sorstörténet megérdemel egy előadást a részünkről. És akkor így készítettük el a Keresztúton című néptáncszínházi előadásunkat, amely a bukovinai székelyek kálváriáját mutatja be. Ezt idén 30 olyan magyarországi helyszínre vitték el, ahol a bukovinai székelyek leszármazottai élnek. A Bátaszéki Művelődési Házban a Reliktum című néptánc előadást mutatták be. Mindenkinek ismerős ebben a közegben a történet. Mi azt próbáltuk meg színre vinni, hogy a sok viszontagság ellenére ez a közösség mindig megmaradt, és erős maradt, és mi úgy gondoljuk, hogy ezt az egymásban és az Istenbe vetett hit segítségével sikerült ezeket a viszontagságokat, ezt a sok drámai sorsfordulatot átélni, és nem csak hogy átélni, hanem minden helyszínen, ahol megfordultak, azt olvastuk és azt hallottuk róluk, hogy
új hazát építettek, közösséget formáltak, és megpróbáltak mindig székelyek maradni. Úgy gondolom, hogy számukra ez egy olyan visszaigazolás annak a sorstörténetnek egy pozitív visszaigazolása, hogy van remény, van jövő, és mi is úgy látjuk, meg ők is a beszélgetések, mert hogy minden előadás ilyen találkozásokkal és beszélgetésekkel zárul. Mi is úgy látjuk, hogy a több száz éves vándorlás során itt Tolna és Baranya megyében új hazára találtak. Jelentős szerepet játszott Bátaszék sport életének megszervezésében, a sportcsarnok megépítésében. Megszervezője volt a városi polgárőrségnek, és száznál többször nyújtotta kezét, ha vért kellett adni. Bencs Vilmos a napokban hunyt el. Ráemlékezünk utolsó belekészült beszélgetésünkkel. Kaptunk ilyen cédulát, amivel kirúgtam, én már nem emlékszem rá, hogy piros, zöld, vagy fehér, vagy mi volt, de akinek ilyen volt, az háboros bűnösnek számított. Úgyhogy én 5 éves koromban az lettem. Bencs Vilmos a Felvidéken született, de nagyon hamar megtanulta, milyen az, ha a hazájából szárműzik az embert. 5 évesen vagonba rakták, és internáló táborba került. És az élet fintora, hogy már itt is találkozott bátaszékiekkel. A Kismédi Nándi bácsival kerültem egy helyre. Ő is ott volt, ő már 16 éves volt akkor, és mondta, hogy jaj, te emlékszem rá, hogy volt egy nagyon aranyos, szőkésbarna kis fiatal hölgy, az olyan gyönyörűen énekelt nekünk, mondom, Nándi, erős egy fölfiam, az az én édesanyám volt, akinek te énekelt. Na, ott voltunk csak nem egy évig, mert karácsony másnapján értünk Kaposvárra a nagyszüleimhez. Kaposvár után Fadra került testnevelő tanárnak a nevelő otthonba. Bátaszéken hirtelen megszűnt a férfi testnevelő és a rajszakos özé, hát mivel feleségem rajszakos, hát az egész nagyközségi közös tanás küldöttsége eljött Fadra, és könyörögtek, hogy jöjjünk ide, mert nagyon nagy szükség van ránk. De hát már kész volt a házunk alapja, minden építőanyag meg volt. A nagyközségi tanás mindent elintézett. Megkaptuk ezt a ház helyet, itt így kerültem Bátaszékre. A lányok mindjárt mondták, nyíljék végre egy új kis tag. Hát nem lettem kis tag. De mivel ebben a sztoriban van egy olyan rész, amit nagyon nem szeretnék elkerülni, azt azért tudnotok kell, hogy én egész életemben jó a rendszerváltásig. Nem kollektív, hanem megtűrt személy voltam, mert az édesapám, kaposvári nagyboldogasszony templom egyházközségi elnöke volt. Végig a Rákosi rendszerben és végig a Kádár rendszerben 48 éven keresztül, és egyetlen sztorit azért elmondok, hogy a Kaposvár, amikor a Táncsics gimnáziumban fölvettek, egyedül én voltam, akinek fölvételi vizsgát kellett tennem, mert simán nem ment. Mert én úgyhogy 56-ban 3 napig be is voltam zárva, mondjuk nem börtönbe, hanem az igazgató irodában nem engedtek haza az iskolából, mert fölforgatták az egész lakást, mert az édesapám nem is akármilyen kertész volt. Majd erről is egy kicsit mesélek, de fölforgatták a házat, mert volt egy gyereknyomdájt, hogy gumiőzés, az a nyomos gumi. Mivel kertész volt, amit árult magukat, ezzel nyomtatta rá ezért, és kitalálták, hogy akkor mi gyártottuk az 56-os röplapokat, úgyhogy 3 napig még büntetett előilletű is lettem.
Bátaszéken a testnevelőként dolgozó Bencs Vilmos elismert ember lett. Nagyon sokat tett a város sportcsarnokának létrehozásáért. Egész jó indult, mert az első évben, amikor ide kerültem, találtam egy rendkívüli atlétát, aki országos úttörőolimpiai bajnok is lett, most úgy hívják, hogy dr. Győri Gábor. Egyébként gyermekorvos Szekszárdon. Na, és akkor, hát mivel én futballista voltam, valamikor NB1-ben is játszottam, akkor kitalálták, hogy én legyek a serdülő edző, és a serdülő edzői korom az nagyon röviden annyi, hogy 10 évig voltam edző, a 10 évből 7-szer megnyertük a megyei bajnokságot, 2-szer lettünk másodikak és 1-szer harmadikak. A 10 év után az Illés Béla elnök úr egyszer csak megkeresett és közölte, hogy jaj, Vilmos, eszembe jutottam, lejárt a szerződésed, mert jött egy igazi szakember. De mi jó, kész. Most nem mondom meg, hogy ki volt az igazi szakember, de akkor elkezdtem kosárlabdával foglalkozni, és nagyon jó viszonyt tudtam kialakítani az Atomerőmű Sportegyesülettel, a paksiakkal, és kosárlabdában meg megint találtam olyan tehetségeket, hát az egyikről feltétlenül meg kell emlékeznem, a szegény Szűcs Péter volt. Egy rendkívül tehetséges, annyira ügyes gyerek volt, és megkapta a jó tanuló, jó sportoló oklevelet is, és szegény meghalt. Arra azért büszke vagyok, hogy, hogy a tornacsarnok olyan lett, és akkora lett, mint amekkora lett. A Nagyferi akkor, ahogy hívták, a nagykőségi közös jegyzője volt. Úgy van, jegyzője volt. Ővele harcoltunk egész addig, amíg el nem hitték, hogy nem kerül sokkal többe, és így lett 24x48-as a sportcsarnok, 16x36-os helyett. Nem tudom, hogy hol tartanák a helyzéket, a fenyőkupákat, meg a többi, ha nem lenne. Rengeteget dolgoztam a sportcsarnoknál, a gyerekekkel. Szinte mi építettük föl. És nagyon sok kollégám, aki már meghalt sajnos, a Súz Gyuri nagyon sokat segített a sportcsarnok megépítésében. Amikor meglett, akkor hát az lett a második otthonom. És volt olyan, hogy nekiálltam gondolkodni, mert hát azért gyakorlatilag egyedül nekem volt Bátaszéken edzői oklevelem, amit a testnevelési főiskolán szereztem, de nem cseréltem el a tanítást az edzőséggel, pedig milliómos lehetnék. Nem, jobban szerettem a gyerekeket, és olyan volt, hogy nekem nem volt problémám a serdülő csapattal soha, mert 30-40 gyerek mindig ott lebzsett, és nagyon sértődöttek voltak, amikor nem kerültek be a csapatba. Csak hát nekem könnyű dolgom volt, mert aki edzése nem jelent meg, az másnap testnevelés urat megkapta magáét. Ez így néz ki. Bátaszék egyik büszkesége a Felvidék Táncegyüttes, melynek megalakulásához Bencs Vilmos nyújtott segítőkezet, ám ennél egy dologra még büszkébb, a városi polgárőrség létrehozására. A polgárőrség úgy jött, hogy nagyon jó barátom volt az Egle Karcsi, akkor önkormányzati képviselő, és az akkori polgármesterrel kitalálták, hogy kellene egy ilyen polgárőrség, önkormányzati polgárőrség, és az az igazság, hogy 1991-ben meg is alakult. Én, hála Isten, alapítótag vagyok, sajnos most már csak ketten vagyunk a Róman Gyurival, de azóta ott vannak a relikviák a 25 évről, meg a jövőre, meg már 30 éve leszek polgárőr.
és nagyon jó jött, mert én nekem pláne, mert akit el tudtam kapni gyereket, az gyorsan el is tűnt haza mindjárt, abban a pillanatban, amikor engem meglátott. Azt tudja mindenki Bátorszéken, hogy én vagyok az egyetlen, akiről egy szólásmondás fönnmaradt, hogy Isten mentsen a bens. És ezt állítólag tudtam már az óvodában is minden gyerek. Azt merem állítani, hogy 6 méterről előre köszönnek mindenki, akit nem is ismerek, az a polgárőr is. De a jó részét tanítottam természetesen. Bencs Vilmos ma is aktív közösségi életet él. Énekel 2 énekkarban, a Rákóczi Szövetség elnökeként pedig segíti a civil szervezeteket. És nem mellesleg sokszoros véradó. Olyan életutat járt be, amely tiszteletet parancsoló minden bátaszéki számára. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!